Költészetére jellemző a személytelenség, vagy a szemérmesség, ez mennyire igaz ennél a versnél? Általában is azt gondolom, hogy Arany költészet nagyon személyes költészet, csak legfeljebb nem életrajzian személyes, nem nagyon beszél apró hétköznapi élményeiről, életérzéseiről viszont igen. Ebben a versben is megvan ez a közvetett volta a személyességnek. A közvetettség itt abban jelentkezik, hogy grammatikailag távolítja a beszélőt. Ez mit jelent? Hogy nagyon gyakran, különösen a második sorban nem arról van szó, hogy én vagyok fáradt, tehát nem az egyes szám első személyű névmás szerepel, hanem ehelyett vándor, lélek, test, szellem szavak alkotják a mondat alanyát a különböző verszakokban. Tehát úgy beszél önmagáról, hogy ez nem egészen nyilvánvaló. Ez a távolítás és tárgyasítás nem csak grammatikai távolítás formájában jelentkezik, hanem balladáiban és epikus műveiben úgy, de most maradjunk a balladáknál, hogy a saját érzéseit, világlátását szereplőkbe és cselekménybe vetíti ki. Az Ágnes asszony a távolítás másik formájának egyik példája, ahol nem nyelvtanilag távolítja a beszélő alany önmagát, hanem egyszerűen szereplőkbe és történetekbe vetíti ki a számára fontos léttapasztalatokat. Most hallgassuk meg az Ágnes asszonyt. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa. Fehér leplét, véres leplét a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Oda gyűl az utca gyermek. Ágnes asszony, mit mos kelmed? Csitte! Csitte, csibém vére keveri el a gyolcsleplet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Összefutnak a szomszédnők. Ágnes asszony, hol a férjed? Csillagom, hisz ott benn alszik. Ne menjünk be, mert fölébred. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Jön a hajdú. Ágnes asszony, a tömlöcbe gyere mostan. Jaj, galambom, hogy mehetnék, míg e foltot ki nem mostam? Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Mély a börtön. Egy sugár szál odaférni alig képes, egy sugár a börtön napja, éjje pedig rémtül népes. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Szegény Ágnes naphosszanta néze kis világgal szembe, néz merően, a sugárka mind belefér egy fél szembe. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mert alig, hogy félre fordul, rémek tánca van körüle. Ha ez a kis fény nem volna, úgy gondolja, megőrülne. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ím azonban idő telve börtönének zárja nyílik. Ágnes a törvény előtt megáll szépen, ahogy illik. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Öltözetjét rendbe hozza, kendőjére fordít gondot, szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék, megbomlott. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Hogy belép, a zöld asztalnál tisztes őszek ülnek sorra. Szánalommal néznek ő rá, egy sem mérges vagy mogorva. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Fiam Ágnes, mit míveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád. Ki a tettet végrehajtá, szeretőd így maga val rád. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ő bitón fog veszni holnap. Ő, ki férjedet megölte. Holtig vizen és kenyéren raboskodva bűnhödölte. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Körültekint Ágnes asszony, meggyőződni épp eszéről. Hallja a hangot, érti a szót, s míg azt érti, meg nem őrül. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! De amit férjéről mondtak, a szó oly visszásan tetszik. Az világos csak, hogy őt haza többé nem eresztik. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Nusza sírni, kezd zokogni, sűrű zápor könnye folyván.
Liliumról pergő harmat, hulló vízgyöngy, hattyú tollán. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Méltóságos nagy uraim, nézzen Istent kegyelmetek! Sürgetős munkámban otthon fogva én itt nem ülhetek. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem. Jaj, ha ez szenny ott maradna, hová kéne akkor lennem? Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Összenéz a bölcs törvényszék, hallatára íj panasznak. Csendesség van, hallgat a száj. Csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Eredj haza, szegény asszony! Most fehérre mocskos lepled, eredj haza! Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet! Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa. Fehér leplét, tiszta leplét a futóhab elkaptossa. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el, mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel. Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el, virradattól késő estig áll a vízben, széke mellett, habzilája rezgő árnyát, haja fürtét kósza szellett. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Holdvilágos éjjelenként, mikor a víz fodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! És ez így megy évről évre, télen-nyáron, szünet nélkül, harmad arca hőnapon ég, gyönge térde fagyban kékül. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Őszbe fordul a zilált haj, már nem holló, nem is ében. Torz alakú ránc verődik szana szét a sima képen. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa, mossa. Fehér leple foszlányait a szilaj hab elkaptossa. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Arany balladáit sokféleképpen szokták osztályozni. Ez a ballada a paraszt balladák közé sorolható, a lélektani balladák közé sorolható tematikus szempontból, szerkezeti szempontból pedig az egyszálú körkörös balladák közé sorolható. Ugyanakkor egy másik csoportosítás szerint megkülönböztethetjük arany balladái között a bűn és bűnhődés témájáról szólóakat. És az Anna, az Ágnes asszony nyilvánvalóan ezek közé tartozik. Bűn és bűnhődésről szól ezen kívül a történelmi balladák közül például az ötödik László, ami szerkezetileg a több szálú vagy több szólamú balladák közé tartozik, vagy ide tartozik a tengeri hántás is, vagy ide tartozik a közismert Velszibárdok is. Hallgassatok meg most két részletet az ötödik Lászlóból és a Velszibárdokból egyet-egyet. Mindegyik említett novellán, balladának közös vonása az, hogy a bűnös büntetése az nem kívülről jön, nem valamifajta törvény által kiosztott büntetés, hanem a bűntudat sújt le a bűnösre. Ki az? Mi az? Vagy fordulj be és aludj, uram László király. A zápor majd eláll. Az veri ablakod. Miért zúg a tömeg? Kívánja eskümet? A nép, uram király,
csendes, mint a halál. Csupán a menny dörög. Láncát tépi a Hunyadi két fia! Uram, ne félj! László, tudod, nem él, s a gyermek az fogoly. Mi zúg? Mi éjj ide a London utcáin ez? Felköttetem a Lord Majort, ha bosszan bármin ez. Áll néma csend. Légyszárnya bent se kün, nem hallatik. Fejére szól, ki szót emel. Király nem hallatik. Aha, elő síp dob zene. Harsogjon harsona. Fülembe zúgja átkait a velszi lakoma. De túl zenén, túl síbdobon, riadó kürtön át. 500 énekli hangosan a vértanúk dalát. A bűnös ezekben a balladákban bűnéért megtébolyodással fizet, ahogyan Shakespeare Macbethjében. Mi az, ami a legföltűnőbb ebben a versben? Az ismétlődés. Egyrészt a lepedő mosás jelenetének ismétlése, másrészt a refrén. Minden szakasz végén ismétlődik egy sor. Először nézzük a lepedő mosás ismétlődését, ami variációs ismétlődés. Nézzük meg, hogy maga a három mosási jelenet, az első, a 20. és a 26. szakasz mosási jelenete miben különbözik egymástól. Ugye az első jelenetben még véres leplet mos Ágnes asszony, tehát itt még valóban van racionális, észszerű indoka annak, hogy a bűnjelet el akarja távolítani Ágnes asszony. A 20. versszakban viszont már, miután kiengedték a megtébolyodott, megháborodott Ágnes asszonyt, ott ugye lepedőjét újra mossa, fehér leplét, tiszta leplét, a futóhab elkapdossa, ezt olvashatjuk, azaz itt már észszerűtlen a cselekvés, legalábbis gyakorlati szempontból észszerűtlen, hiszen a lepedő immáron fehér és nem véres, tiszta. Vagyis itt már a cselekvésnek csak valamilyen lélektani oka lehet, és nem gyakorlati oka, maga a megháborodottság. Az utolsó versszak a legérdekesebb ebből a szempontból. Ugye az így szól. És Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa-mossa, fehér leple foszlányait a szilajhab elkapdossa, ó irgalom atya ne hagyj el. Egyrészt az idő múlását érzékelteti az, hogy itt már régi rongyról van szó. Tehát sok-sok idő telt el, egyrészt mert régi a lepedő, másrészt már nem is lepedő, hanem már rongyá mossa Ágnes asszony. Hiszen fehér leplének most már csak foszlányait mossa. A refrén a legfeltűnőbb vonása ennek a versnek. Mielőtt megnéznénk, hogy konkrétan ebben a versben mi a szerepe a refrénnek, hallgassuk meg, hogy Edgar Allan Poe, akinek költészetét Arany valamelyest ismerhette is, mit mondott a refrén szerepéről általában, illetve egy saját verse vonatkozásában. Miután így terjedelemben, műfajban és hangnemben megállapodtam, valamely különleges művészi fogásról kellett gondoskodnom, mely a költemény fölépítésének határozott jelleget adjon. E célból oly rugó állandó alkalmazásra való bevezetését határoztam el, mely körül az egész konstrukció megfordulhasson. Gondosan végigvizsgálva az összes megszokott művészi hatásokat, vagy jobban mondott trükköket a szószínházi értelmében, azonnal láttam, hogy egyik sem örvend oly általános használatnak, mint a refrén. Használatának ez az általánossága már magában is elegendőképpen meggyőzött belső értékéről, és megkímélt a fáradtságtól, hogy újabb analízis alá vessem. De megfontolás tárgyává tettem abból a szempontból, mennyiben alkalmas a továbbfejlesztésre, és rögtön megállapítottam, hogy még primitív stádiumában van. Rendes alkalmazásban a refrént nemcsak, hogy pusztán a lírai versre korlátozzák, de amellett hatását, hangban és gondolatban egyaránt teljesen az egyhangúság erejére alapítják. A tetszést csupán az azonosság, az ismétlődés érzése hozza létre. Én elhatároztam, hogy ebbe változatosságot viszek, és ezáltal még hatásosabbá teszem, oly formán, hogy általában ragaszkodom a hangzás egyformaságához, de folyton cserélem a gondolat szerepét. Azaz eltökéltem mindig új benyomást hozni létre a refrén alkalmazásának változtatásával, míg maga a refrén legtöbbnyire változatlan marad. A refrén, mint majdnem mindig, a vers
egységét, egyneműségét biztosítja, valami fajta zsongító, állandó hangulatot biztosít, ahogyan Poe is beszélt erről, hogy az ismétlődésben az ember eleve élvezetet, örömöt talál, a rendörömét. Ezen kívül itt is igaz az, hogy a refrén az soronként egy kicsit más jelent, pontosabban szakaszonként. Az első sorokban az ó irgalom atya ne hagyja el valószínűleg sejtetés, előreutalás, hiszen ott még nem tudjuk, hogy gyilkosság történt, viszont a baljóslatú hangulatot azt teremti meg, hogy a fehér lepedőt mosó asszony mellett van egy ilyen rémisztő, részvétet kérő felkiáltás. Ebből sejtjük, hogy itt valami gáz van, mert különben miért kellene fohászkodni. Tehát először előreutaló szerepe van. Aztán később, amikor a börtönben van Ágnes asszony, akkor azt gondolom, hogy megint csak részvétet fejez ki, de most egyszerűen a bebörtönzött ember iránti részvétet fejezi ki. Egy kicsit később azt gondolom, hogy a megőrülés miatti, a megőrült Ágnes asszony iránti érzett részvétet fejezi ki, ugye amikor arról van szó, a 9. versszakban, hogy szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék, megbomlott, ó irgalom atya, ne hagyj el. Itt most azért érez részvétet a refrén mondója, mert látja azt a folyamatot, melynek során Ágnes asszony megbolondul. Még később az ítélet kimondása előtt valami fajta aggodalmat fejez ki a refrén, hogy jaj, vajon milyen büntetést kap ez a szegény Ágnes. A vers legvégén pedig azt hiszem, hogy valami egyetemesebb kiszolgáltatottságot és részvétet fejez ki a refrén megismétlése. Amikor egyszerűen a szilaj habok jelképezte befolyásolhatatlan világmindenség kegyetlen törvényei miatti részvétet fejezi ki. Még egy, talán ennél is izgalmasabb szerepe lehet a versben a refrénnek és tágabban az ismétlődésnek, ugye az említett ismétlődő versszakoknak. Ez a vers körben forog, a refrén ismétlődik, a mosási jelenet ismétlődik és szavak ismétlődnek. Miért? Azt hiszem, hogy ez egyúttal az Ágnesben lezajló lelki folyamatnak a rajza és a lelki betegségének a rajza. Arról van szó, hogy ahogyan a vers önmagába fordul, bepörög, körben forog, ugyanúgy Ágnes asszony is bepörög. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy Ágnes asszony megtébolyodásának, amit szlengesen ugye bepörgésnek is lehet nevezni, a nyelvi megjelenítője ez a refrén. Ugye szokták azt mondani, hogy valaki nem tud szabadulni egy gondolattól, hogy egyetlen egy gondolat vagy érzés körül forog körbe, és nem szabadulni tőle. Na most ez a kényszeresség, ez a kényszer neurózis, ez nyelvileg jelenik meg az ismétlődések által. Tehát ez a vers is azt mondja, ahogyan mondja, vagy amit mond, úgy mondja. Az ismétlődések azok egyszerre jelentenek valami fajta tartalmi megjelenítést is, nem egyszerűen csak valami egységbiztosító formai elemet. Egyébként ez a fajta kényszeresség és bűntudat, ami Ágnes asszony sajátja, és ami a vers szerkezetének sajátja, a szerzőnek, Arany Jánosnak is valamiképpen lelki sajátja, jellemzője volt. Ugye nagyon-nagyon hitt abban, hogy a neki kirót kötelességeket maximális pontossággal el kell látnia. A munka szenvedélybetegje, workaholic volt divatos mai szóval, akár nagyszalontai, nagykörösi tanárként, akár korábban jegyzőként, akár később akadémiai tisztségviselőként, valami elképesztő aggályos pontossággal végezte a munkáját, elképesztő mennyiségű jegyzetet, dolgozatjavítást és adminisztrációs teendő nyomát hagyta maga után. Tehát a munkának és a felelősségnek megszállottja volt. Nem patológia, nem betegség teszi a zsenit. Valami más, valami kegyelemteljes állapot, amit nem tudunk megragadni. Semmiféle szakember nem tud ennek a közelébe férkőzni. Másrészt igaz az, és a nagy Freudnak ebben igaza volt, hogy a nagy tehetség az valahogy mindig
neurózis közeli állapotban él, vagy neurotikus, ha tetszik. Freud ezt úgy fejezi ki, hogy a neurotikus ember fantáziáiban él, nem mer a világban igazán realizálni, megvalósítani dolgokat, csak a fantáziájában. Most a művész az egy olyan neurotikus, aki amit a fantáziájában valósít meg, azt ki tudja fejezni, formát tud neki adni, és ebben a formában a másik ember önmagára ismer. És ez meghozza a művésznek mindazt, amiről mint neurotikusnak le kellett mondania, a sikert, a pénzt, az elismerést, a világhírt, a nőket, és így tovább. Tehát ilyen értelme biztos, hogy Aranyról is mondhatjuk, hogy valamiféle melankólia, depresszív állapot, valamiféle bűntudat, nem saját bűnein érzett bűntudat, hanem az emberiség, az eredendő bűn fölött érzett bűntudat arra hajtotta, hogy teljesítsen valamit, hogy létrehozzon valamit. Ezzel együtt olyan volt, mint Assisi Szent Ferenc, aki ha nem jutott valami eszébe, nem mondott semmit. Hiába várta 5000 ember a szószék alatt. Ha nem jutott eszébe, nem volt kedve, 5 évig nem írt. És aztán hirtelen ugye kivirágzott az öregkori líra. Tehát Aranynak írnia kellett, és írni is akart. De a kis versike, pongyola járású lovadat fékezd meg erősen, s lépni tanul büszkén, tánchoz emelve nyakát, írja Arany egy kis cetlire, az a cím, hogy Formai nyűg. Ez azt fejezi ki, hogyha az ember egy nyűgöt alkalmaz, egy formát be akar tartatni magával, akkor jobban, táncosabban tudja megjeleníteni azt, ami kikívánkozik belőle. Az Ágnes asszonynak legalább 3 jelentésszintjét különböztethetjük meg. Az elsőt nevezzük lélektaninak, a másodikat erkölcsi olvasatnak, a harmadikat mitológikus olvasatnak. A lélektani olvasat lényege az, hogy a balada története nem más, mint Ágnes asszony megtébolyodásának a története. Ez a megtébolyodás egyszerűen a bűntudatból, lelkiismeretfordulásból adódóan következik be. Ágnes vigyáz a látszatra, megpróbálja titkolni, hogy megőrült, hogy megbomlott a külsőségeknek, a külsejének a rendben tartásával. És éppen attól megható és megrendítő a vers, hogy, nem, hogy azt látjuk, hogy valaki hogyan akarja az egészség, a normalitás látszatát megőrizni, és hogyan látjuk mindinkább ennek a harcnak a kilátástalanságát. Az erkölcsi olvasat lényege talán abban foglalható össze, hogy az isteni igazságszolgáltatás magasabb rendű az emberi igazságszolgáltatásnál, és ez utóbbi, azaz a bírák átadják az igazságtétel jogát az Istennek. Hogyan jelentkezik ez a versben, és mi az értelme? Arról van szó, hogy a bírák a megtébolyult Ágnest nem zárják börtönbe, nem ítélik el. Miért jó ez, és mi köze az isteni igazságszolgáltatáshoz? Az a köze az isteni igazságszolgáltatáshoz, hogy miután Ágnes maga magát bünteti és vezeklik, azzal, hogy mossa a lepedőjét, ezzel esélye nyílik arra, hogy talán a bűnhődés révén mégiscsak megtisztulhat, megszabadulhat bűnének súlyától. Ha börtönben lenne, és nem magát sújtaná a büntetéssel, akkor ez a megtisztulási folyamat, ez a bűnbánati folyamat nem zajlana le. A mitológikus jelentés egyrészt azért nem kerülhető ki a versben, mert az utolsó verszakokban határozottan mitologizálódik Ágnes asszony alakja azáltal, hogy mindinkább időtlenné válik a cselekvése. Ha végigkövetjük, akkor szakaszról szakaszra nyilvánvaló, hogy most már nem jelen időről van szó, hanem már valami egyetemes, most is, a múltban is, a jövőben is történő, mosásról, ismétlődő mozdulatokról. Ez az egész történet rendkívüli mértékben hasonlít a Danaidák című görög mítoszhoz, ahol ugye szintén gyilkosokat nem egy, hanem 49 férgyilkos asszony történetét ismerjük meg. A mitológiai Bélosz királynak 2 ikerfia volt, nekik pedig 50-50 gyermekük.
Aigyptosznak, Egyiptom megalapítójának 50 fia, Danaosznak, Líbia királyának pedig 50 lánya született. A két család mindaddig békében élt egymással, míg az öreg király meg nem halt. Akkor azonban két fia összeveszett az örökségen. Aigyptosz egyességet ajánlott. Ha az ő fiai és testvére leányai összeházasodnak, rögtön megoldódik a konfliktus. Danaosz nem fogadta el a javaslatot, annál is inkább, mert megjósolták neki, hogy a vőlegények meg fogják ölni a lányait. A vérig sértett Aigyptosz bosszúból hadat üzent fivérének és le is győzte. Kényszerházasság most már elkerülhetetlen volt, de a végkifejlet éppen az ellenkezője lett a jóslatnak, ugyanis Danaosz megparancsolta lányainak, hogy a nász éjszakán öljék meg férjeiket. Csak a legkisebb lány, Hypermnestra kímélte meg a neki kijelölt ifjú életét. Először csak hálás volt Lynkeusznak, mert nem tette erőszakkal magáévá, de aztán a meghatottságtól úgy beleszeretett, hogy most már boldogan odaadta magát férjének. A házaspár később a hitvesi szerelem példaképe lett. A 49 gyilkos asszonynak azonban bűnhődnie kellett. Bár Athéné és Hermész felmentette, sőt megtisztította őket, a holtak bírái megvétózták az istenek döntését. Arra ítélték a nővéreket, hogy az alvilágban örök időkig vizet hordjanak egy lyukas hordóba. A danaiszok, vagy ismertebb nevükön a danaidák története, azóta a hiába való és fölösleges munkát jelképezi. Az ajánlott olvasmányok. Mindenek előtt Németh G. Béla korszakalkotó aranytanulmányait ajánlom figyelmetekbe, melyeknek egy jó része megjelent a Hosszmetszetek és Keresztmetszetek című gyűjteményes kötetben. Másodszor Szörényi László Múltaddal valamit kezdeni című kötetéből ajánlom az Epika és Líra Arany János életművében című tanulmányt. Harmadik ajánlatom Imre László Arany János balladái című monográfiája. A negyedik pedig Dávidházi Péter Hunyt Mesterünk című könyve, amely a kritikus arany életművéről szól, de az egész arany életmű megértéséhez nagy segítséget jelent. A következő adás is Arany Jánosról szól, címe Írni vagy nem írni, és témája Arany és a költőszerep válsága, a költőszerep átértelmeződése. Szervusztok, viszontlátásra jövő héten, ismét Arany Jánossal.